ajánlott, hogy a kicsőkezve a tárgyalatítás kiküldött napirend, de kapcsolatban kérdezem a képviselőket, hogy van-e kérdésük, észrevételük vagy módosításuk. György képviselő úr. A pénzbizottsága előzetesen a kultúrbizottság által is tárgyalt témakörben a Varabás Mihály tanáró úrnak a könyvének a kiadatási ügyében mondott egy határozatot, 34-es. Javaslom, hogy ezt tárgyaljuk. Igen, a 9.3.2017-es bizottsági határozat alapján mi is szeretnénk kérni, hogy tárgyaljuk ugyanaz a témát. Nem várjuk meg, hogy beadjuk a pályázatot, nyerünk, nem nyerünk, ha nyerünk, akkor egy teljesen új felállás, hogyha nem nyerünk, akkor meg akkor... Csak a koncepció miatt gondoltuk, hogy időben jelezzük ezt a dolgot. De ha úgy gondolod, akkor tárgyalunk. Pont az a lényeg, hogy beadjuk és nem nyerünk, akkor arra hoztunk mi a tárgyalatot, hogy ha nem nyerünk, ha nyerünk, akkor jó. Egy másik felról nem beszélünk. Rendben, akkor hozzuk a... Kérdem a képviselőket, hogy napirendre vegyük ezt a... napirendet, hogyha igen, kérem készülésre szavazok, 8 igen, nem igen. Van-e más? Egyébként. Igen? Egyébként van az utathalkozásokkal kapcsolatban ennek kérdésem. Napirend, vagy pedig a polgármester beszámolójában, hogy van lehetőség? Egyébként napirendi gondolatban gondoltam volna ez. Akkor lenne a egyszer ez, és a második pedig a Hungária ZRT-vel patronokkal kapcsolatban szeretnék a polgármester úrtól egy kérdésre majd választ kapni. Arról, hát ezt nem tudom, hogy fel kell venni, szeretném megkérdezni azt, hogy a anyagokat mikor bocsátják a rendelkezésemre, a 30-at kértem lejárt, és ma van neki. Ma. Köszönöm szépen. Jó. Ennyi lett volna, köszönöm szépen. Két napi rendet támogatja ki a képviselőtestet, egy igen, igen, készmessel szavazom. 8 igen szavazatokkal támogatja a képviselőtestet, és kérdezik a képviselőket. Gyert, parancsolj. Mi viszont a negyedekben a hisztervezettel kapcsolatban? Hisztel kapcsolatban kérdezem a képviselőket, hogy napirendre kívánja venni, hogy igen, kérem készmese szavazzon, 8 igen szavazattal. Van még valakinek, hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy a módosításokkal együtt elfogadják el napirendre, hogy igen, kérem készmese szavazzon, 8 igen szavazattal a képviselőket. Jó. Első napirend beszámoló hulladék adározási közszolgáltatásról. Tisztelettel köszöntöm Locskeri Sándor, és már kérdezik, hogy a Locskeri kérdezően. Tárgyalt a pénzügyi bizottság, kérdezem a bizottság elnökét, mi volt a bizottság álláspontja. Egy hangon támogatta a bizottságon beszámoló adózást. Köszönöm szépen. Én is szeretném kérdezni, hogy ki kívánja beegészíteni a beszámolót. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm Önöket. Nagyon két rövid észrevétellel. Egyik mindenki gondolom, hogy észrevette, hogy a korábbi években itt a hitlévőség megkérdés alatt egy kicsivel részesebb alatokat fogott a vertikál közölni, és most egy picit szükszorúbb lesz ez a beszámolónak ez a része. Ennek ugye az oka, hogy a kintlévőség kezelés most már teljes egészében az NHK-hoz tartozik, és semmilyen ráadásunk nincs a tényleges tartozásnak az összegére. Ezt szeretném kiegészíteni. De még egyszer szerintem hangsúlyozni, hogy a tartozás, ahol a tartozása van, az semmilyen mértékben nem befolyásolja sem a lomtalanítás igényének a lehetőségét, tehát igényes a lomtalanítás, illetve egyéb típusú szolgáltatások az igénybe vételén, tehát úgy, hogy kommunális ideges szállítása, az öltözék szállítása, vagy a szállítás. Egyetlen feltétele, hogy legyen partner száma, az hogy ennek ezen igényzelme szerződéssel a közszolgáltatóval. A másik észrevétel pedig, hát sajnálatos módon a házhozai lomtalanításnak az igénye száma nagyon csökkent. 106 darab lett jelen pillanatban a mai napig, ebben az évben, 2017-ben. Én mindenképpen azt szeretném kérni a hivatalt és a testületet is, hogy amikor csak adódik a lehetőség, hogy a helyiságban meg tud jelentetni, van egy kis hely, hogy a lakosságot fontosan emlékeztessük erre a típusú lehetőségre, vagy lomtalanításnak az igénybevételére, mert én nem gondolnám, hogy elfogyott volna a lomba településem, valószínű, hogy sokan elfelejtették, általában egy évben egyszer szokott kimenni a tájékoztatóra, hogy éves járat, terve vagy naptárral, és azt vagy megjegyzik, vagy nem.
de a tapasztalat az, hogy több mint 50%-a csökkent a házfinaloktatásnak az igénye erre az évre, az előző évhez képest. Én egyet szerettem a hozzátenni, köszönöm. Köszönöm szépen, kérdezem a képviselőket, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük. Most nem ide tartozik csak egy teljes, tehát Bugyi településen is a, működik egy szolgáltatás? A ház felülutalítás? Minden van így van. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen, kérdezem a képviselőket, hogy nincs sok kérdés, hogy elfogadják a beszámolatot, igen, kérem kérdezni. Én nekem egy ismerős kérdezte, hogy a csekkeket, hogy ebben az évben még talán csak két csekket küldtek, hogy nem lehet ez tényleg negyedévenként kiküldeni, mert ugye ha karácsonyra küldik ki, ezt egy idősebb ismerős mondta, hogy nagyon rosszul érinteni, mondjuk a karácsony előtt kellene befizetni egyszerre az egészet, mert csak talán fél évben kifizetve. Igen, mint ahogy utaltam is rá, ahogy 2016 áprilisától az NKV-nek a hatásköre, tavaly ez még úgy működött, hogy a csekknek az elállításán a korábbi közszolgáltató végezte bérszámlázás formájában, az még azért tudom, hogy nem volt ekkora csúszás és picivel zökkenőmentesen volt. Ettől az évtől az NKV ezt teljesen visszavonta a saját hatáskörbe, és sajnos egy picit műszaki technikai problémáik adódtak az év során. Ennek a következménye az, hogy ennyire elcsúszott a cseknek az előállítása. Én úgy láttam egy riportot az NHKB részéről, bizonyos média felületen, az volt a válasz, hogy félre kell tenni a pénzt, és amikor megjön egy, akkor meg kell fizetni. Igen. Ezt mondtam. Nem tudom, hogy már tudnál. Ez biztos, hogy van. Nincs ráhatásunk, sajnos nincs ráhatásunk. Tehát nem a közszolgálaton múlik, hogy ennyire akadozik a folyamat. Nem, csak tavaly is például úgy volt, hogy megkaptuk mondjuk, most csak mondok egy dátumot, hogy december 6-án, és akkor bele volt a befizetés dátuma, mondjuk november 25-re, hogy ez az egész, akkor legalább úgy írnak meg a befizetés dátumát, hogy valami ráhagyást hagynának a befizetésre, mert ilyenkor egy idősebb megijed a dátumoktól, hogy nem stimmelnek, hogy nem megküldessék. Én elnézést kérek a csúszásért, az NHK nevében is, bizonyban a jövőre már egy picit normalizálják a helyzet, és akkor ténylegesen mindenki megkapja az első névi utána a fejcsekkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a beszámolót, hogy igen, kérem köszönöm, és ezt szóltam a 8 irányzatot. Második napirány, Dunak visszatérő gazdálkodás és környezetvédelmi kormányzati társadalás társadalási megállapodásának a módosítása tárgyalta a tévén bizottság, kérdezem, hogy is említett működtő cserélmás mentén. Bizottság elfogadás javasolja. Köszönöm szépen, tehát azért kell módosítani, mert lényegében négy szak, vagy négy önkormányzat csatlakozási szándékát jelezte, illetve a pénzügyi felügyelő és a alelnökök számát pedig egy-egy fővel nem emeli a társulás. Kérdezem a képviselőket, hogy van ezzel kapcsolatban kérdésük. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a határozati javaslatot. A társadalási megállapodás egy első számú módosításáról, hogy igen, kérem képzelően se szavaznak. 8-9-szorozott a képviselőtestről elfogadta. Köszönöm szépen, további jó tekintet! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A BKK 2018 üzleti terve. Tárgyalt a pénzügyi bizottság. Kérdezem a bizottság elnökét, mi volt a bizottságállás mondtam. Egy hangon elfogadásra javasoljuk. A FED ülésről készült gyerekkönyveket kiosztottuk, mert ma kaptuk meg. Köszönöm. És... Bocsánat, csak annyi, hogy tegnap ez a pénzügyi ülésen szintén felmentő, miért nem került kiosztásra. Így van, tehát nem érdekes nem tudom, hogy akár kétől a bemjegyzőkére. Ezért a kiosztásra. Még volt volna, hogy be volt idézve, de egy
szépen, illetve itt volt még egy több javaslat, hogy a kapcsolat elkérdőzött volna, hogy van bőzöknek a történő tárgyalások felhatalmazásáról. Először akkor a 2014 évi eredmény kimutatást tervezett kérdezni a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban van a kérdésünk. Kérdezem a képviselőket, hogy az A-határozati javaslatot elfogadják el. Hogyha igen, kérem visszamesre szavazzanak. 8 igen, nem. Tartózkodott egy tartózkodásra a képviselőket elfogadta. A másik határozati javaslat a tárgyalások megkerítéséről szól. Ez, amivel maximálisan egyetértek, de viszont ez az eredmény vagy költségkimutatás ez nem megfelelő, hiszen ezekben vannak olyan költségek, amik egyrészt úgy gondolom, hogy a tankörnyi való tárgyalástól nem szabad figyelembe venni, hiszen a 450 ezer forint fenntartási segélyt tartalmaz ez a költségkimutatás, illetve hogyha megnézzük, akkor ezt lehet, hogy át kellene gondolni az előző a bírói vezetés részéről is, hiszen 2017-ben az első 9-16-ban összesen 3.952.000 ki az Abiz Kft. Ügyvédi költségre, és közel 1 millió forintot fizetett még ki ezen kívül tanácsadásra a szerződéskötéssel kapcsolatban. Tehát én úgy gondolom, hogy nehéz úgy odaállni a tankerület elé, hogy van 5 millió forint plusz kiadásunk, és emiatt mi veszteségesek vagyunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egész Abiva Kft.-nek a működését át kellene világítani, és kellene, hogy tud-e nyerségesebben gazdálkodni, vagy optimálisabban gazdálkodni, illetve költségeket csökkenteni. De maga azzal, hogy legyen tárgyalás elkezdve, ahol egyet értek, csak hogyha megint ennyi szakértőt és ennyi jogi költséget vagy díjat veszünk igénybe, akkor hogyha meg is emelik egy millióval, még mindig tudok szólni a mindenki. Én az 5 millió forint az első körében a Kft.-nek a ügyvédi. 3 millió. Azt mondom, hogy az első 9 hónap, bocsánat. Az első 9 hónapban 5 millió forint. Kérdezem, hogy a határozatokkal előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés? Én nem kérdezem, csak megjegyezni kívánom, hogy én is azt gondolom, hogy temetési költségről van, hogy ezt a tárgyalás alapját nem képezhetik. Úgyhogy ezek a költségek aránytalanul merülhettek föl, azt kell gondolni, természetesen ez is úgy kell odaállni azokkal a tényleges költségekkel, a tényleges költségekkel, amikkel Miklós felmerült egy ilyen, hogy abban a költségeidben benne szerepel 350 ezer forintos temetési költségbe, temetési díj költség. Nyilván egy ilyen nem lehet elmenni, vagy tárgyalni a tankerületet. Persze, úr, hát mondom, hogy nyilván át kell annyi nézni még egyszer ezt, és ami nem oda való, és nincs a temetési költségben rögzítve a másik oldalon is, az nem lehet oda. Jó, hát én is. Köszönöm, hogy akkor tudnánk tisztán látni, hogyha az iskola működtetésével kapcsolatosban letisztított költségeket látnak, hogy valójában tehát csak az iskolára mennyi forint az Abiva Kft., és akkor tudunk abban tényleg dönteni, hogy ez a további tárgyalás milyen erőknek az igénybevételével folyjon, mert ahogy itt elhangzott, hogy idén már erre 5 millió forintot elköltöttünk, tehát ezt mindenféleképpen mérlegelni kell, hogy
hogy többe kerüljön a leves, mint a hús. De azt látjuk, hogy az abiga felmikét sokkal több összeget elkölt az iskolának a működtetésére, mint amilyen tankerülettől bérletői üzemeltési díj formájában, időnkörök üzemeltési, bocsánat, üzemeltési díj formájában lesznek, akkor ennek ki kell menni, csak ezt tisztán kell látnunk, és le kell tisztítani csak az iskolára való költségekre. Jó, a kiegészíteném, hogy természetesen vannak olyan költségek, amit a tankerülettel nem tudunk elfogadni, hiszen a diótándi őrzésvédelem például az nem a tankerületet, sőt a diótándi energia és külképemi díjakra, vagy diótándi eső díjakat, azokat is figyelembe kell venni, mert azoknak a tankerülethez az igazán sem köze, hiszen ez már nem tanítási időn alatt van, hanem ebből az Abiba Kft.-nek egyrészt bevétele származik, sőt itt ugye be kell számítani azt is, hogy a bevételekből, a díjakból származott bevételek, ezek milyen összegűek. Sőt, a takarítás például, a takarítás nem lett 100%-ban az üzemet, és ezt hozzászámolni, az iskolában, tehát a tankerület felé, hiszen maga a tornacsarnok a délutáni használat után is takarításra került, tehát ezeket valahogy meg kellene osztani. Ez már első körben belső használatra. A saját költségsort, főkörű sort megnéztünk, és valóban abban megérkeztünk, hogy vannak olyan példák, amit egyrészt valószínűleg egyedi volt, mint itt az előző példa, illetve hát vannak olyan tétek, amit azért nem tettünk figyelembe. Azt gondolom, tehát itt kijött egy 14 milliós, illetve 16 milliós veszteség, biztos, hogy ténylegesen nem annyi, de azért a 16 millióból azért maradni jó pár millió. Ha ezeket a költségeket, illetve ezeket a kiadásokat le is tudjuk választani. Tehát ott a biztosabb nullánál több lesz, jóval, tehát 16-nál meg, hogy mennyire kevesebb, akkor az még egyetlen is kívánszik. Persze. Jó. Persze. Tehát itt nyilván a konyha például díjat le kell, vagy bevételt, mint el kell számolni azokat a díjakat, amit tovább számlázza az Abiba Kft. A konyhának, azokat ebből le kell vonni az üzemeltetési díjakból, mert ezeket az önkormányzat megfizeti az Abiba Kft.-nek, tehát ezeket kell letisztázni. Annak ellenére néhány tétel azért, de még egyszer átkérdezett, annyit, hogy a Control Kft. Management Kft. Készítette, tehát azért nem mindegyik minden költség 100%-ban, tehát voltak itt 70%-os ugyanakétele, de még egy jelenzés mindenképpen meg kell tenni. De valószínű, hogy a tankeret felé úgysem tudnánk az egész hát most a 16 millióból tudunk ilyetre, a végig egy évre főszorozzuk, tehát valószínűleg nagyon biztos, hogy nem tudunk elérni. És akkor ebből egy, lehet, hogy egy versenyképesebb, minden ellenre állattal kellene a profil felépni, amíg kevesebb lenne. Jó. Valaki nem tudta kapcsolatban hozzászólnásra. Hogyha nincs kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a tárgyalati javaslatot, hogy az Abiba Kft. Megtegedje a tárgyalásokat a tankerületi központtal, a vezetőségek megszüntetése érdekében. Ne félzel egyet, hogy jelentkezzünk se szabadon. 9 után fogok a képviselő testület elfogadta a tárgyalati javaslatot. 4-es napirend 3057-6-os helyzetben ingatlan térítésmentes felajánlások önkormányzat részére tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság, Kérdezelmi Bizottság, elnökét mi volt a bizottság elnökmentje. Miután az alt polgármesterunktól nagyon kimerítő tájékoztatást kapott erről egyértelműen támogatni. Tárgyalt a Kérdezelmi Bizottság, Kérdezelmi Bizottság elnökét. Köszönöm, hogy visszállt. Jelentkezik. És támogatásra jelentkezik. Köszönöm szépen, kérdezem a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdésük. Ha nincs, kérdezem, hogy elfogadják-e akárki a javaslatot, de igen, kérem, hogy most a szavazzon. 9-9 szavazattal a képviselőtestület elfogadta a tárgyalatot. 5-ös 2020.
négyes módosítással tárgyalt a pénzügyi bizottság, kérdezem a bizottságának, hogy mi a bizottság álláspontja. Elfogadásra javasolj. Köszönöm szépen, mindjárt jön a pénzügyi vezető. Lehet neki fogadni kérdést, kérdezem a képviselőket, hogy van egy kérdésük. Pénzügyi vezetőhöz lesz el. Tehát rendelet módosítás, minősített többség szükséges, kérdezem az már a képviselőket, hogy elkezdődik a rendelet módosítást. Tehát igen, kérdezem készülni, és a 99%-tól képviselő testvérjelentésre a költségvetés 4. módosítását. 6-os napirend, 2019. belső ellenőrzési terv elfogadása, tárgyalta a pénzügyi bizottság, köszönöm a bizottság elnökét, hogy jó volt a bizottság álláspontja. Elfogadásra javasló. Köszönöm szépen, kérdezem, hogy így van az egészíteni, nem. Kérdezem a képviselőket, hogy van a belső ellenőrzésre kapcsolatban kérdésük. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a belső ellenőrzési munkatervtől szóló előterjesztés, hogyha igen, kérem készülmesre szavazzanak. 89 szavazott a képviselőtestület elfogadta a belső ellenőrzésről szóló munkatervet. Bocsánat, 90 szavazott a 7-es napirend 2018 évi költségvetési koncepció, tárgyalta a pénzügyi bizottság, kérdezem a bizottság, elmondték, hogy mi volt a bizottság álláspontja. Bizottság 3 tárgykörbe módosítani javasolja. Az első a rendezvények költségvetésének 15-20%-a, ahol emelésének a törlését javasolja. A második a Rákóczi utca, Kápolna utca és Júlió utca közti szakasz elbefelújítás terveit kérjük beilleszteni, javasoljuk beilleszteni, illetve Miklós elmondta a Somogyi Végad utcának, hogy vannak már tervei, de itt a településközpont csapadékvizel vezetése egyébek még nem látszódnak, és azt javasolta, hogy úgy tegyük ezt bele, hogy a Somogyi Végad utcai járdafelújítás meglévő tervének szükség szerint tényvódosítása kerüljön be, hogy majd akkor, amikor kiderül, hogy módosítani kell a meglévőt, mert tudom, hogy nagyok ezt, meccetésetük, stb., akkor ezt szükség szerint módosítsuk. Ennyi volt, több más nem volt. Ja, bocsánat, igazad van, azt így, hogy nem kerül bele, akkor ezt mondom vissza, hogy tudom. Igen, igen. Azt szerepel itt a 9. oldalon, hogy szimbatechnika és klíma kiépítése a felújított művezési házban. Ez tisztázódott, hogy remélem tegnap este, hogy a építése maga elkészült, mindkettő dolognak, úgy mondjam. Csak éppen sem az a technika maga nincs, ami még szükséges berendezés megvásárolva, illetve a klíma berendezések nincsenek. Igen, tehát az alapszerelés készül, tehát a vezetékezése, ami falra vesznek. Ezt mondták, hogy így van, csak a berendezés. Tehát azt javasoljuk, hogy az kerüljön bele, ez legyen innen kivéve, hogy a klíma kiépítés, ami klíma építve van, csak a berendezés, ami működtetik. Az maga a klíma kiépítésre, az alapszerelés van kiépítve. Én azt mondom, hogy megfogásom, hogy tegnap hallottam le, hogy... Jó, de ezért mondom, tehát... Bocsánat. Szerintem itt csak fogalmi, a fogalmokat kell tisztába tenni, hiszen tegnap is azt mondottam, hogy ezeknek a berendezéseknek a vezetékezése így van, megtörtént. Az tehát az alapszerelés, tehát a falból mindenütt, mind az elektromos, mind a hűtéshez, világításhoz szükséges vezetékek kiállnak, tehát ezeknek a vezetékeknek a kiépítése megtörtént, a berendezéseknek a felszerelése, beüzemelése nem. Tehát ez mind a klímatechnikára, mind a szimbatechnikára vonatkozik. Igen. Azt hiszem, hogy ez tegnap is hangzott el. Innentől kezdve a fogalmakon szerintem lepontosítani, de csak ugyanazt értsük. Beszerzés annak a berendezésnek, ami hiányzik még ennek a működéséhez. Igen, nem csak igazából. Ez volt, igen. Beszerzés a pontosítása. Igen. Nem kell majd verni, kiépíteni, új dolgokat csinálni, és felszerelni. Még egy kérdés felmerültek, akkor amikor az önkormányzatunk ennek a
kiírta a közbeszerzését, hiszen a közbeszerzés volt akkor, hogy hogyan szerepeltek, nem adott be ezt, hogy polgármester ezt a megtanult, hogy... Tehát a klíma az úgy volt, hogy csak az alapszerelés volt a közbeszerzés, tehát nem tartalmazza, itt van a végső árajánlat, tehát csak az alapszerelés tartalmazza. És a színpadtechnika? A színpadtechnika egyáltalán volt benne, az pedig a berendezésben az a pótmunkába került a színpadtechnikának a kiépítése, tehát az alapszerelés. Igen, ezzel mit áztunk itt, igen. Tehát itt lényegében a színpadtechnikánál a függönytechnika, hangtechnika, fénytechnika és a audio vizuális technika, tehát projektor, stb. Ezeknek a kiépítése, nyilván a projektorhoz vetítővászon, tehát ezek, amik viszont ezeknek az előkészülete is olyan mértékben megtörténtek, hogy a falban benne van minden olyan vezeték, hogy ne kelljen már nyilván falakontra vezetni. Hát azért helytelenítem a kiépítés szót, mert a kiépítés talán azt arra asszociálom, hogy akkor újra verni kell szépen. Mert nincs kiépítés, csak ennyi az jó, akkor a kiépítés elszó felszerelése. Felszerelése, megüzemelése. Inkább csak fogalmi. Igen, és megzavart bennünket. Akkor amik voltak a jártával, ott én nincs értelme most beletenni, hiszen készül a járdaépítési koncepció, és utána a képviselő testület fog arra dönteni, hogy melyik járdákat veszi elő. Itt csak az van, hogy folytatni kell a járdaépítést, tehát még meg lehet nevezni, de nincs jelentősége, mert ez nem az elégleges nyilván. Én csak szeretném megköszönni, engem az avarnák, hogy három utca fel volt sorolva, és ugye több nem, és emiatt kértem, hogy akkor ez ne felejtődjön el. Köszönöm. Az csak például volt föltében, és az se parancsolják. Még egy pillanat, a másik pillanatban válaszoljak, hogy ennek a Somogyi Béla útnak a vízelvezetését azt csak akkor tudjuk fölültésre átadni a tervet, hogyha elkészül ennek az egész térnek a tervítésre rá is adni. Tehát ez lehet, hogy ebben az évben, vagy jövő évben nem is fog megvalósulni a parancsoknál. Én azt szeretném tudni, hogy nem voltam pénzügyi, hogy ez a 10-15%-os kulturális rendezvény, ezt miért nem támogatta a pénzügyi bizottságnak? Az volt a vélemény, hogy van annyi rendezvény már itt a Somogyi-Bélán szinte, hogy mondta a képviselő, hogy bizottságítak, hogy azoknak a látogatottsága esetleg már azzal, hogy emelünk a költségeket, nem biztos, hogy többet fog jelenteni. Miklós, először hogy válaszolja ki? Mennyi ez maximum egy-két millió forint körülbelül? Nem tudom. Még annyi sem. Másfél-két millió forint. Még egy dolgot elmondjak, hogy Incivel is beszéltem erről, nem tudott Inci itt lenni, szerintem egy továbbképzésen, és Inci határozottan, és ezt én is határozottan visszautasítom azt, hogy a látogatottság. Inci annyit mondott, hogy lehet, hogy a képviselőknek a látogatottság által aktivitását kellene egy picit növelni, nem pedig a lakosságét, hiszen ott volt például az utolsó, vagy az egyik utolsó ilyen rendezvény, Arany János születésének 200. évfordulójára alkalmából rendezett Arany János est, ahol ez volt a színházteremben az első ilyen előadás, és körülbelül olyan 125-130 fő vett részt ezen a kultúrás előadáson. Csak abba gondoljunk bele, hogy a képviselőtestület az elmúlt testületi ülésen 4 millió forintot szavazott arra, hogy elhelyezzünk 20 vagy 22 világító lehetőségét. 3 millió volt, az is sok volt, csak 3. 3 millió volt, de az is sok, hiszen őszintén az is sok volt. Hát jó, hát a felszerelés, stb. Hát 3 millió volt az elhelyezés, de nincs jelentősége, szerintem az is sok volt. Persze, és ez hozzáteszem, hogy attól függetlenül, hogy én nem szavaztam meg, én pont Miklósnak azt mondtam, hogy ha én rajta múlik, akkor én meg fogom szavazni, hogy legyen. De azért mennyi kultúrás értéket hordoz mondjuk egy LED lámpa fönt a villanyoszlopon, vagy pedig azok a rendezvények, amit
alsó még mindig ide vannak hozva, és mondom, határozottan viszontosítom, hogy érdektelenségbe fullad, hiszen például egy március 15-én ünnepséget én megszámoltam, amit ugye Laci videóval körbevett, olyan 550 ember volt jelen a március 15-én ünnepségen. Egy szomszéd település, ahogy mi majdnem dupla akkora, mint a Somémedi, 80-an voltak össze-vissza. Én azután, hogy az egyéb a Müller-Öcsi ház által rendezett eseményeink is átadó bizonyítottak rá az esetet. Október 23. Csak színvonalas is van. Hát, az viszont egy községi rendezvény, az október 23 is az. Tehát én nekem az a kérésem, hogy a képviselőtestület támogassa a kulturális jelen kiadásoknak ezen értelmezését. Ja, bocsánat, Miklós, nem tudod azt hiszem. Én is, nekem ez bőtte meg, én is ahol még bizottság idősen vagyok, de én azt gondolom, hogy nem tudom, mekkora összegről van szó, de nem kötele ezt elkölteni, viszont nem egyszer, nem kétszer volt más, hogy a tartalék terhére kellett kulturális események esetleg vagy bármi hozzá kapcsolódó dologhoz pénzt költeni, kezdett ilyen pénzt oda rakni. Én úgy gondolom, hogy ezt ne vegyük el, hanem igenis kapja meg, aztán, hogyha nem lesz kimerítve, de legalább ott a lehetőség, aztán, hogyha ezzel lehet növelni a színvonalat, akkor azt jelenti, hogy jó helyre meg tudjuk élni. Én csak azt szeretem volna mondani, hogy nekem meggyőződésem nem volt, amit a pénzügyi bizottsági ülésem, hogy valami félreértés lehetett, nem hiszem, hogy itt konkrétan és egyértelműen úgy hangzott el ez a fogalom, hogy itt érdektelenség lenne váló, hisz a vasalgert estét nézzük, hogy a teruházi estéken, a pocékeket kellett berakni. Tehát mindent el lehet mondani, csak érdektelenséget nem. Arnyános est, csúcsú. Arnyános est, tehát... Nem most forrósik szó hangzott el, változatosság. De azért mondom, hogy én úgy gondolom, hogy majd egy óta ne mondjunk, akkor ez a második két. Nem tudom, hogy jól van szó, mekkora összegről van szó. Ez mennyi volt 10 milliókat fog, ugye, más célú kiadások közében. De még annyit hozzáteszek, hogy például ebben az összegben benne van Széchenyi napokra betervezett 500 ezer forint. Tehát ez még nem is mind a INCI által szervezett, hanem ebben még vannak olyanok is, amit ebből az összegből finanszírozott az INCI. Tehát 10 millió forint volt a 2017-es évben a kulturális célú kiadások, tehát hogyha ezt most 15-20%-kal, én kérem a 20%-ot, fölemeljük, akkor ez 12 millió forint. Tehát azt én most már is támogatom. Úgy gondoltam, az intézményvezető asszony INCI nem tudott eljönni a mai ülésre, mert azt hiszem, hogy egy picit szerencsétlenül aggatkozunk a számokkal, mert nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Tehát az INCI letette egy... De hogy nem tudnánk, hogy mi van mögötte? Hát ez az rendezvények, amik az idén is megvalósultak. Azt igen, de a intézmények az erdei... De... De az INCI nem véletlenül kérte ezt az összeget, mert neki nem megvannak jövő évi elképzelései már a nyilvánvaló módon a kulturális eseményekre. Tehát én úgy gondolom, hogy mivel ezt a tartalmat nem látjuk, azért én az elmúlt évekből kiindulva, akár az idejéből és az elmúltakból is, én bizonyosan nem, hogy ezt ugyanolyan tartalmasan fogja tudni a Művelődési Ház felhasználni az összegét. Erről fogunk kapni majd egy intézményvezetői költségvetés tervezetet, és akkor már fogjuk látni ennek a pontos kimutatását. Igazából most elvekről van szó, hogy támogatjuk-e ezt a... De ezen megalapozatlan ez a... ennek az az alapja, hogy az intézményvezető a jövő évi kulturális terveit ilyen árakon áraztak be. Mert itt most mi igazából csak számokat látunk, nem látjuk mögött a tartalmat. Tehát én ezért úgy gondolom, hogy bízunk abban, hogy ez a település megér annyit. Ha emlékeztek rá, augusztus 13-án
az egyik ünnepi beszédben az hangzott el, egy Churchill idézet volt, hogy a háború idején miért költünk annyit kultúrára, azt mondjuk, miért háborúzunk. Ezért tehát. Miért dolgozunk, miért van egy belőlünk azért, hogy, hogy normálisan megfelelő kultúrás körülményeket tudjunk. Azt gondolom, hogy ez az összeg, ezt megérdemli azt, hogy ez az egészével folyamatos beszélgetésből, amiben ezt alá tudom támasztani, tehát most már rendelkezésre áll egy olyan komplexum, ahol tényleg a szentély maga megvan, tehát ez a színházterem, tehát lehet olyan műsorokat egyre többet hozni, amik magas színvonalú kultúrás értékeket képviselnek. Én azt elmondtam augusztus 13-án is, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok azért, hogy, hogy ide nem Montán Méri jár ki koncertezni, és nem láttam a Montán Méri most félvétes nesség, hanem most Albert jár ki ide. Ugye most az Arany János est van, vagy ugye a táncegyüttes, a Viharik, vagy nem Hargita tánc együttesen, és lehetne ezt nagyon sokáig sorolni. Jó. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Akkor a színpad technika és klíma felszerelése, tehát a kiépítése, a felszerelése kerül, illetve a járt a építéshez, akkor oda tennénk a Rákóczi utcán is, de maga mennek nincs. Én ezt tudom kérdezni, hogy most nem adódik, hogy egy utcák lesznek, hanem az, hogy csak az, hogy az összeütés az életi építésen. Csak a koncepció. Jó, csak az, mert arra nekem is nem tudtam, hogy akkor nem kell előjönni. Hát egyszer ez nem előjön, ezt te is vele. Nem, nézd. Mert én megvárom, hogy erről lesz. Először erről a két is technikai módosításról kérdezik, két is elfogadják, hogy igen, kérem készülésre szavazom a 9 igennel. Következő Somogyi Béla út vízelvezet és terhének felülvizsgálata, csak akkor tudjuk, hogyha a elkészül, akkor természetesen felülvizsgáljuk a tervet, ami én szerintem ebben nem tudom mit kezdeni. Szabadunk. Hát adjuk ki akkor ezeket. Jó, és akkor volt még a pénzügyi bizottságnak egy módosítása, hogy, hogy a 15-20%-os kultúrális rendezvényekre fordítandó összeg az töltésre kerüljön. Kérdezem a képviselőket, hogy ezt támogatják-e, hogy igen, kérem, készen is szabaszolnak. Aki nem, akkor újra összeszavazom, tehát kérdezem a képviselőket, hogy támogatják-e a 20%-15, hogy kikerüljön a 15-20%-kal való emelés, hogy kikerüljön, mert ez volt a bizottságnak a határozata. Aki ezzel egyetért, hogy kikerüljön, azt kérem készülőmessel szavazom, hogy kikerüljön a kontenciója. Kettő igen, nem. Kettő, négy. Ez olyan demokrácia volt, nem egyértelmű szavazás, elmondom még egyszer. A pénzügyi bizottságnak volt egy határozati javaslata, hogy kerüljön ki a koncepcióból, hogy 15%-kal emeljük a rendezvényeknek a költségvetését. És tehát most újra szavazok, mert nem egyértelmű volt az eredmény, és ilyenkor van lehetőség. Tehát pénzügyi bizottságnak az alatta javaslat, hogy a koncepcióból ezt kerüljünk ki a 15%-kal való emelés. És aki ezzel egyetért, hogy ezt kikerüljön a koncepcióból, az készen is a szavazom. Kettő igen, aki nem ért vele egyet. Most megfelelődik. Nem tudom, hogy a pénzügyi. Most én nem ültettem, hanem hogy hogy kerüljön be. Nem. Jó, de a pénzügyi bizottság azt mondta, hogy ezt jelentjük ki. Na, de nem a pénzügyi bizottságot szabadulni. Igen, de az azért, most a módosítást hoztam. Jól csinálták, igen, ez a jó. Jól csinálták, jó.
És akkor kérdezem, hogy a módosítással együtt a koncepciót elfogadja a képviselő testület, hogyha igen kérdezem, és hogy szavaz, hogy 9-9 szavazatot a képviselő testület elfogadja a módosítást. A módosítás az, hogy hozzáteszem, hogy az elmúlt években csak és kizárólag az inflációval volt emelve, bizony a béreknek az emelkedését, vagy az emelkedése, most azt mondanak, hál' Istennek, az meghaladta az inflációnak a mértékét, és az nem olyan mértékű emelés, ami nem vállalható, ezért én azt javaslom, hogy is ötösnek meg, hogy ezt fogadja a tárgyalatban a pénzügyi bizottság, kérdezem a bizottság elnökét. Hát tisztáztuk természetesen, hogy itt erről 150 ezer forint per hó összegről van szó, ami esik a két településre, és az osztás is ugye elállandó kérdésként, hogy egy valamire milyen kerül két harmadkori hócsáré. Így összám támogatóan. Kérdezem a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban van a kérdésük. Hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e a határozati javaslatot, hogy igen, kívánc készen is a szavaznak. 9-9 szavazatot a képviselő testület elfogadta. Igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása, tárgyalat a pénzügyi bizottság, kérdezem a bizottság elnökét, hogy mi volt a bizottság álláspontja. Elfogadása jelentő. Köszönöm, Gyertő asszony. Én egy apró módosítást szeretnék indítani, hogy a kettes bekezdés az úgy alakulna, hogy az igazgatási szünet egybekezdés célpontjában foglalt időtartama alatt, hiszen a egy-egy napokon értelemszerűen nincs értelme az ügyeletnek, ezért lesz igazgatási szünet, tehát hogy az ügyelet biztosítása az az egyhetes időtartam. Kettes bekezdés a rendeletben. Kettes. És ide behivatkoznánk, hogy az egybekezdés célpontjában foglalható tartalma alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a hivatal ügyeletet tart az ügyfél fogadásra. Tehát egy-egy napokon értelemszerűen. Tehát a többi az nagy részt a hosszú ügyfélig meg a beolgozás. Tehát az a tapasztalat, hogy szombatonként a hivatal szolgáltatásait nem szokták igénybe venni az állampolgárok. És ezt tartottuk a lehető legegyszerűbb megoldásnak. Ugye kipróbáltunk már két hetet egybe, akkor muszáj volt a festés miatt. Majdnem mindenkinek be kellett szólni valamiért. Kipróbáltuk a kétszer egy hetet, ez már kezelhető. Most úgy döntöttünk, hogy akkor az egy hetet inkább a szombati napokra javasoljuk, és tulajdonképpen a hivatal napi folyamatos működését abszolút nem veszélyezteti, és hát igazából a többi szabadságával pedig értelmeztelen minden munkavállaló munkavállalók szerint gazdálkodik, hát illetőleg, ahogy engedélyezésre kerül a részére. Kérdezem, hogy a rendelettel kapcsolatban tartom a kérdésem. Módosítása, hogyha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadja a rendeletet, minősített többség szükséges, hogyha én kérem készülni, hogy ezt úgy szavazom a 9 igen szavazatot a képviselőket, hogy elfogadja a rendeletet. Tájékoztatási felkészítésével dolgozó szolgált rendelet ideját a megsemmisítő érdekségből erről délelőtt sikerült érdeklően beszélni a rendelkezési szervvel is. Osztottuk az anyagot, kérdezzem, kívánok beegészíteni. Én is a külön lapra leírtam nagyon röviden. Persze a kormányhivataltól írásos állásfoglalást nagyon nehéz kicsikarni, megígérték, hogy fogják küldeni. Egyelőre telefonon tájékoztatok arról, hogy az ő véleményük nem teljesen egyezik meg az enyémmel, mert hogy a kormányhivatal azt mondja, hogy nincs hatályos települési adó rendeletünk.
Igazából az én személyes javaslatom is ugye talán az eredeti előterjesztésből kiderül, hiszen ha február 23-ától nincsen települési adó, akkor értelemszerűen január 1-től sem kéne, hogy legyen, hiszen miután az adótárgy esetében, alapvetően az adótárgy esetében állapítottam meg ugye a kúria törvénysértést, értelemszerűen a január 1-én hatályban jövő rendeletnél is ugyanaz volt az adótárgy. A visszarendezés mindenféleképp megbírót okozott volna, hiszen a február 23-a az hónap közepe, és ugye én az adóbevallásokból csak összesített számokat látok. Tehát egyrészt 22-re, illetőleg a maradék 8 napra a bevallások alapján nem tudtuk volna megbontani a február hónapot. Tehát mindenféleképpen az igazságosság, a következetesség és a kúria döntésének a szellemébe egy olyan helyzetet kell teremteni, hogy ezt január 1-re visszamenőlegesen kell rendeznünk. Számomra az nem volt egyértelmű, hogy szükségesen még külön hatályon kívül helyező rendeletet hoznunk a tisztelt 2006-os kapcsán, kormányhivatal azt mondta, hogy nem. Úgyhogy ebből a eredően képviselőtestületnek rendelet alkotási kényszere úgymond nincs, de én azt gondolom, hogy miután itt befizetett adó visszafizetéséről van szó, mindenféleképpen kéne, hiszen ez kikerül a könyvelésünkből, visszautalásra kerülnek, hogy ezt egy határozat formájában azért a képviselőtestület vegye tudomásul és erősítse meg, valamivel több mint 2.600.000 forint visszafizetéséről kell intézkednünk, és ma egyeztettem az adóval a pénzügyet, tehát még ezt is szeretném kivégéig visszautalni, hogy ezt már december 31-én is tartalmazom a költségvetésünk. Nem értem, akkor köszönöm szépen a méretemet. Tehát igazából a kúria döntés alapján szerintem nem dönthetünk másként, jól értem? Meg kell ezt szavazni. Ha nem értek vele egyet, akkor meg kell szavaznom. Nem, ami most ki lehet osztva, tehát nem mindig ki lehet osztva, hanem most ki lehet osztva, abban az, hogy bennem tudomásul veszi a testvérrel a kúria határozatát, és kéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a visszafizetésről. Hajtsa végig a kúria rendelését. Szerintem kell is kérni, hogy más tudomásul. Igen, tudomásul. Nem az van a határozat, hogy kérdez vele, de nincs egyéb jogorvoslati fórumunk ebben az esetben, mert a kúria döntése a képviselőtestületre kötelező kell, hogy legyen. Ezt ugye nyilvánosságra is kell hozni. Pontosan amiatt az a jogi problémáim miatt, amit az előterjesztés tartalmaz, azért nem tájékoztattuk még kifelé a lakosságot, mert számomra nem volt egyértelmű ez a leírtam, hogy most akkor van hatályos vagy nincs hatályos. A kormányhivatalnak az az álláspontja, hogy január 1-i időpontig visszahatólag érvényes a kúriának a döntése, függetlenül attól, hogy a második rendelet hatályba lépése február 23-a. Tehát az igazságosság meg a következetesség is egyébként azt kívánná, hogy ezt január 1-ig vissza kell rendezni. Van ezzel kapcsolatban a kérdés. Elég sokat dolgoztunk ezen. Én úgy érzem, hogy nem szakmailag, hanem inkább politikai döntés hozott a kúria. Itt elhangzott a pénzügyi bizottságon, hogy meg kell keresni azokat a tanácsadókat, akikkel lehet olyan rendeletet létre majd megalkotni, amit majd a kúria nem fog elmeszelni. Elhangzott veteket, hogy melyik ez a szervezet. Már nem így hallgott el. De hát hasonló, hát most. Hát azért szeretném azt elmondani, hogy amióta ez a települési adó rendelet itt a legelső elfogadásra került, és egy nyilvánosságot kapott, azt én tudom, hogy hány utcát önkormányzat keresett meg minket, akár polgármester, jegyzőhivatal. A rendelet kapcsán persze mindenki azt várta, hogy ez egy minden tekintetben átfutó rendelet legyen, és erre már utaltam, hogy csak ki kell javítani az alsó-németi település nevet más névre. Tehát ha 3200 önkormányzatnak erre a meglévő problémára még nem sikerült megoldást találni, úgy gondolom, hogy mi megpróbáltuk.
amit a kúria a döntésébe leír, ugye itt az adótárgyal van a probléma, tehát azt a problémát a települési adóval nem lehet másképpen rendezni, és mondom, ez nem csak nekünk, hanem másik 3200 vagy lehet, hogy mindenhol, de az önkormányzatok nagy részénél vannak hasonló problémák, és még senki nem tudta ezt a problémát települési adóval kezelni. És ugye erről beszélgettünk is, és el is hangzott többször, hogy valószínűleg nem is a helyi jogalkotásnak kéne ezt a problémát kezelnie, illetőleg megoldást találnia, hanem a központi jogalkotásnak, mert úgy látszik, hogy erre mi várunk. Az Európai Uniós alapelvek, ugye azok, amik megjelennek itt a szabadság szókörét összeszedtük, hogy az emberek mivel élhetnek, és ezt csinálhatnak máshol is, nem csak Alsóni, meg nem csak Magyarországon, ott se lehetne őket ilyen tekintetbe ellengére tenni. A szabadságrendet is meg kellene, hogy ülösen az önkormányzatokat. Végül is arról szólt a kormányhivatal korábbi több törvényesség észrevétele is, hogy igazából itt a hazai, illetőleg a nemzetközi alapelvi össze nem egyeztethetőségre vezették vissza, mert nem konkrét anyagi jogszabállyal való ellentmondás miatt nem csúszott el ez a rendelet, hanem az alapelvekkel való nem egyeztetőség miatt. De ezt hát elég sokat tartom. Az elején is lehetett érezni, meg tudni, meg én az elején is elmondtam ezzel kapcsolatban a véleményemet, tehát ezt gondolom, hogy nem. Tehát ha lesz is, vagy van a képviselőtestületnek erre vonatkozó elképzelése, akkor tisztelettel arra kérem, hogy tényleg ezt ott keressék meg a szakértőt. Én ezzel a rendelettel, meg a többszöri módosítással, amit szakmailag ide lehetettem, ide tettem, én nem tudom, hogy nem vagyok képes. Még egy pillanatra itt szeretnék kiegészíteni, hogy elég sokszor hallottuk az elmúlt időszakban, hogy Magyarországnak joga van ahhoz, hogy megválogassa, hogy kit fogad be. Úgy látszik, hogy a közösségnek, a település közösségének nincs ennyi baj erre. Tehát ez a kúria területével egyáltalán nem jön vissza. Hát jó, hogy mondtad ezt, mert valóban is ezzel voltam előtteni, hogy pár azon fontunk a mostani események és a saját helyzetünk között, és valóban ezt a különbséget mégis érezzük. Én azt mondtam rá, hogy jogilag egész biztos, hogy azok a jogszabályokkal, amivel a kúria dolgozik, meg vannak Magyarországon, azt politikusok hozták, és még a politika, hogy hozhatnak olyat is, amivel esetleg egy település ilyet rendezhet, de azt lehet, hogy aztán még magasabb fórumokon dolgálnának bennünket, mint ahogy dolgálnak ezért is, hogy nem akarunk befogadni, akit nem akarunk. Szóval nem egyszerű, visszatérve arra, hogy szakértőket mikor forduljunk, azt mondott el, hogy ha találunk megint egy alkalmas idézőbe dolgot, tárgyat, mit én tudom, minek mondjam, amire elhúzhatunk egy újabb jogszabályt, ami jobb ennél van jelenlegiknél, és elmerünk vele indulni, arra mondott, hogy annak a területnek a specialistáját kérjük meg, hogy segítsen, vagy többet is, hogy segítsenek ennek a következő rendelettervezetnek, a rendeletnek az összeállításában. Ezt mondok el, én igyekszem, hogy köszönöm szépen. Köszönöm, én nem szeretnék feszültséget jegyezteni, de én nem látok igazán párhuzamot. Ezt polgármester úrtól már azt hiszem másokszor vagy harmadszor hallom azt, hogy ugyanaz a helyzet szinte hasonló, mert én még országosan. Én viszont nem látok 100%-ban párhuzamot a kettő között, mert akik Erdély, hát akik jönnek, akikről szóval is probléma van, ők európai uniós állampolgárok, és ők nekik nem Angela Merkel küldte a meghívó levelet, hanem bizony nagyon sok alsóvonali polgár, akik foglalkoztatják őket, szállásoltatják őket. Tehát én azt érzem, hogy azért az alsóvonali polgároknak is erősen benne van a keze abban a dologban, hogy ők itt ilyen sokan vannak. Hát csak megint, mert nem az önök. Azért, hogy képes, hát igen.
Azt hiszem, az Erzsike, ha akarna, elmondhatna, amit az orvos mondott, az Úrcsai ügyeleti orvos, ügyeletes orvos, és ez nagyon megdöbbentő, és a sok ember, aki foglalkoztatja és szállásoltatja őket, ha meghallaná, hogy milyen betegségekkel kezelik a ügyeleti orvosok őket, nem hiszem, hogy tovább adnának szállást. Tehát esik ebben a kompetens. Bocsánat, hogy megszólítattalak. Persze, én nagyon gondolom, hogy felegészítsen a képviselőasszony, hogy természetesen ezek uniós állampolgárok. Én azt is elfogadom, hogy ezek az emberek azért jönnek ide, mert munkájában talán kérdőjelet is oda tennék, hiszen hogy ezek dolgoznának. És annyira megkönnyítettük a települési adó alól való mentességet, hogy azt mondtuk, hogy nem kell még dolgozni sem. Bármilyen pénzben juttatás, de csak egy regisztrált álláskereső. Tehát én úgy gondolom, hogy ez... És mentesült. És már mentesültál. Én úgy gondolom, hogy pont emiatt a kúriának ezt a döntését én nem tudom elfogadni, mert az mindenkinek a... Tehát most én szélsőséges mondtam, hogy a Bill Gates jönne ide, és nem lenne munkahelyünk, és kellene a teremtési adót. Tehát ez nem a szegények ellen van, pont azért tettünk bele, hogy ezt a pontot a regisztrált álláskereső, ami nem munkanélküli segély, tényleg még csak annyi időm, hogy így ötadva le kell lenni, és azt mondjuk, hogy én álláskeresek, és semmilyen kötözöttségem nincs, neki nem kell megjelenni neki két havonta, havonta, stb. Nem kell kérdezni, hogyha valahol felvételt hirdetnek, tehát semmilyen kötözöttséget nem jelent el. De én tovább is azt mondom, hogy és egy pillanat még, hogy azt mondja a képviselőasszony, hogy ezekre az emberek, néhány emberek hívták meg ezeket az embereket, akkor is azt mondom, hogy a közösségnek a többségi akarata nem tud érvényesülni a közösségen belül. Egyetértek, és mélységesen felháborít a kúriának az ítélete, ebben egyáltalán nincs közöttünk vita, mert én is nagyon nagy döbbenettel olvastam ezt a határozatot, fellevezésnek helye nincs, mert értek el egyet, csak én biztos értük, hogy azt ne sarkítsuk már ezt a kettőt, ne mossuk össze a kettőt a dolgokat, de itt tárgyuk le esiket. Elmondhattam, sajnálatos módon szombaton délután az egyik családtagomnak az orvosi ügyeletre kellett menni. Nem volt senki, kiszólt az asszisztensnő, hogy nyugodtan foglaljanak helyet, de rögtön jön a doktornő, mert csak Alsó-Németire kellett átmennie. Hát körülbelül másfél-két órát ültek ott a váróteremben, nem jött a doktornő, még végül másfél-két óra után megérkezett egy fiatal emberrel együtt, és tulajdonképpen az én gyerekemtől és a menyemtől kértek elnézést, hogy ne haragudjanak, ugyan Alsó-Németin voltak, de a Széchenyi utcába bekeveredtek egy családhoz, ahol sajnos nem csak egy embert kellett ellátni, hanem rajta kívül még 5-6 embert is el kellett látni, akinek tajkártyája se volt, és képzeljék el, hogy mindig azt mondják, hogy tegnap jöttek és azért nincs tajkártyájuk, és teljesen idegen volt a gyerekem, és mondta ott a doktornő, hogy nem is gondolják ezek az alsó-németi emberek, hogy miféle és mennyi betegséget terjesztenek és hoznak ide azok az emberek, akik itt élnek a közösségünkben. És a gyerekem meg a mennyem döbbenettel hallgatta, és természetesen mesélte el ezt nekem napon. Még azt hozzátette, hogy úgy is sajnos hasonló a helyzet. Jó, van ezzel kapcsolatban kérdés. Juhász úr. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a települési eltérítő adó, ez miért nem az ingatlan adón keresztül került érvényesítésre? Itt gondolok arra, hogy mondjuk egy olyan szabályt hozni, vagy rendelet hozni, hogy az ingatlan, ahol lakik valaki, a saját hogy hozzátartozója, vagy haszonélvező, stb. Az mentesülne, ha viszont nem, vagy a települési adónál is, ott lenne egy négyzetméter arányos díj, és ami attól függően változna, hogy mennyi statisztikai létszám van ezekből a dolgozókból. Ennek milyen akadálya van? Hát azért, mert úgy szól a települési adó rendelet, vagy a rendelet,
hogy olyan törvényt vagy rendeletet nem szabad hozni, amit magasabb jogszabály szabályoz. Tehát az, hogyha valaki bérbe adja az ingatlanát, az már adóköteles jövedelemnek számít. Tehát még egyszer nem lehet. Nem lehet települési adó. Ugye a helyi adó szóló törvénynek éveken keresztül volt egyfajta metodikája, egyfajta jogelve. Ugye az önkormányzatiság egyik alapillére volt ez a helyi adó törvény, ami ugye megmondja, hogy milyen helyi adókat lehet kivetni, és milyen jogos határon belül. Tehát minden önkormányzat eldöntette, hogy vette ki helyi adót, tehát volt bizonyos féle szabadsága, hogy választhatott az ötféle típusú adóból, illetőleg a jogos határon belül eldöntette az adó mértéket. Ugye egy nagyon érdekes, hogy egyáltalán ez az egész települési adó, ez egy paragrafussal bekerült ugye a jogszabályba, teljesen gumi szabály, tehát éppen ezért bármit meg lehet róla utólagosan állapítani, de az a törvényi tilalom az ott van, hogy amit magasabb szintű jogszabály adóztat, arra nem lehet települési adót kivetni. És amiről ön beszélt, Juhász úr, az az építményadó. Tehát az épület négyzetmétere utáni adó az az építményadó, és építményadó, mint helyi adó létezik. Tehát én nem vonhatok települési adó tárgyként építményt sem az adóztatásra. Világos, hogy nem is arra gondoltam, hogy, hát, hogy települési adó ne legyen, hanem az építményadó rendelet változzon úgy, hogy ha valaki a saját ingatlanával lakik, vagy hozzátartozója, akkor az mentesüljön, ha viszont nem, tehát bérbe adja, lakás célra, vagy bármilyen célra, akkor viszont nem tudom mi a plafon, 2000 forint per év, ugye? A ingatlanadónál. 1870, azt hiszem. Akkor adózzon 1870 forinttal, és valakinek van mondjuk, most mondom, hogy számod 4 házad, akkor egyben lakik, családjával együtt, másik három meg három a szállás volt, akkor legalább az 1870 forintot fizesse meg. Az is valami. És akkor még a települési... Van egy építményadó rendelet. Az építményadó rendelet alapján 100 négyzetméter fölött 500 forint most az építményadó. Tehát azt nem csináltam meg, hogy a gyemi bíró módjára, hogy ezeknek meg 1850 forintot, vagy 1870 forintot vetek ki. De ezt különben Lőrinc, vagy melyik vezette be, és ott is elmeszelték azt, hogy az építményadót arra használták föl, hogy ilyen megkülönböztetésre. Mert ezzel indultuk először. Mert ugye most azután kell fizetni, ha valamelyik építmény gazdasági tevékenységre van használva, ugye? A független attól, hogy most az lakás... Törvény úgy szabályozza meg, hogy miután kell fizetni, igen. És akkor ez így nem működhet, hogyha ha mondjuk valaki bérbe adja... településedő rendeletet összehozni, nem itt a képviselőtestület. De ez a kérdés nem képviselő, vagy divászor, vagy... Hát, hogyha, bocsánat, hogyha még egy gondolat, hogyha én bérbe adom egy ingatlanomat, akkor azt felfoghatjuk egyfajta gazdasági tevékenységnek is, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy. Igen, hogyha bérbe adja az ingatlanát, akkor személyi jövedelemadó alapján kell fizetni utána bizonyos összeget. Igen. De maga bérbeadást ez miatt már nem tudom adózni. Hát dehogy nem, hát hogyha valaki egy üzletet például bérbe ad, egyszer leadózza és leadózza, ugye, mert üzleti célra van használva, építményadóban is. Van egyszer a rendeltetés, ami lehet kereskedelmi vagy gazdasági célú épület, meg a rendeltetésen a lakóépület attól is, hogy az bérbe van. Nekem az a kérdésem, hogy példát hozzon, hogy hol van ilyen, és abban a pillanatban már rájössünk. Kérdezem, hogy van-e még az adókapcsolatban kérdés? Akkor az új, ami ma kiretesztve arról szavaznánk, arról a tárgyalati javaslatról, aki a tárgyalati javaslattal egyébként nem biztos, hogy szavazzunk. 8 igen, nem? 1 nem.
polgármester beszámolója. Nagyon kérdés. Területként van jelölve a terven, tehát így ki tudnánk alakítani a mentőállomás személyzeti befogadó helyiségeket is. Farkas Kórnal erről beszéltem, azt mondta, hogy ennek semmi akadálya nincs, hiszen ebben az esetben, ha csak nappal van mentő, akkor egy olyan kis épület kell, aminek teteje van, hogy mondjuk hónos eső vagy szúrtnál, meg bér, ilyesmi, ne csak úgy jön ki az autón, de nem kell felettünk, mert se semmi. Hogyha két állásos mentőállomás lenne kialakítva, arra már természetesen épület kell, de ez úgyis csak később jöhetne szóba. Úgy gondolom, hogy ez alsónémedi egészségügyi ellátásának a biztonságosabb átétele érdekében ez egy jelentős előrelépés lenne. Köszönöm az oldalával kapcsolatosan. Egy dolgozó hölgy említette nekem, hogy a tetőszekéletet, ahogy leszették a dolgozáról. Nem csinálták a fóliára, és így elég csúnyan, nem láttam. De nagyon csúnya bejárás történt. Most ilyen esetekben ebből emelő károkat kinek a kötelessége fizetni? A kivitelezőnek, aki ezt csinálja, vagy az önkormányzatra hárulott költség? Elég csúnya beállásra azért adni, hogy nem csinálják. Én nem tudom, ezt csak hallottam, de én nem. Jó, tehát azért mondom, körülbelül fele akkora, mint a klíma, akkor a beállás. Uh-huh. Tehát nyilvánvaló, hogy nem lett lefóliázva, mivel nem volt tetőszerkezet egyáltalán, tehát nem tudta hova lefóliázni, hanem bitumenes vízszigetelővel lett az egész tetők leborítva, és mondom, két kis helyen van beázás, az egyik a konyhánál, a másik pedig az egyik csoportszobánál. Ez a csoportszoba festése még nem lett javítva, mert ez majd a legvégén az egész szoba ki lesz festve. És ennek a költsége egyértelműen a kivitelezők felpedő. Köszönöm. Van a Szikári utcának a járműfelújítása befejeződött? Nem fejeződött, bocsánat. Az van, hogy tehát én vagy befejeződött. Igen, a kivitelezési munkák. Igen, körülbelül két évvel biztos nem dolgozott emberek, viszont azt
látjuk, akik arra járunk, hogy sugárlakás, kövek vannak hagyva. Ez gondolom a építőnek a felelőssége elszállítani, rendbe tenni. Igen. Műszaki átadás időtartamára kell neki ezt elszállítani. Még némerén folytat kivitelezésekre gondolom ezeket a... Tehát most kezdték például a Lénion Rákóczi utca sarkon a vízelvezetésnek a kiépítését. A Lászik Károly utcával kapcsolatban van még annyi, hogy nem lehetne a trafónál murvával felszórni a járdáig ezt a részt. Ott elég sokan szoktak parkolni a... Kántor úrék előtt. Tehát még útkereszteződés előtt lehet parkírozni? Az úton nem, de a parkírozni. Ez az izén ott lehet előtt. Ez a, az úton... Tehát ez a parkírozni. Nem az útos része. Nem az útos része. Ott úgy lehet, én is szoktam ott állni, szerintem azért. Tudom, ja, hogy ott az úttesten nem parkol, tehát úttestet a parkolás nem érinti. És a járdát sem. Ez itt a sarokba a kánykornál. Én tudom. Nyilvánvaló, hogy ezek nem voltak bennem, az nem a járdaépítés. Nyilván úgy, hogy a gyalogjárda van, tehát az előtt azért el kell hagyni, mert az út vagy a parkol, vagy a megálláshoz ugyanúgy alakulik az út patkára is. Tehát járd el, hogy ugye megvan a körülményel, de nem lehet megállni. Szerintem rengeteg sár feljön sajnos, mert ha lehet, nem lehet parkolni, sokan megállnak és felhozzák a sarat az útra. És nem, ez nem a kivitelezés része nyilván. Nem a kivitelezés, tudom, tehát én tisztában vagyok, hogy nincs itt az asztal. Igen. És egy kis három. Györgyét is tudom. Nem teljesen tartozik ide, de a nevét említetted meg itt is, például a Farkas Gáborot, aki tudja, hogy akinek nem Prima Primicia díjra javasolták, mai napon lehet még rá, hogy tudom szavazni arra a 70-es számra, aki esetleg úgy gondolja, hogy az mi rajtam kívül tegye meg. Jó. Köszönöm szépen. Van egy kérdés? Kérdezem a képviselőket, hogy elfogadja a beszámolót, hogyha egy részben is a szavazó, mondjuk igen, egy kérdező. Prima díjas termődőt tervezze a település központunkat. Barabás igazgató úr könyvével kapcsolatos napirend. Igen. Kezdődött a kutatóbizottság ülésen, ahol Inci bemutatta ezt az anyagot. Ismerjük Barabás miatt, én azt gondolom szinte mindannyian. Itt van egy ilyen körbelek az, amiket még nem látta. Ennek a könyvnek a kiadásáról van szó. Itt volt a Lati is, ugye ő vezette a jegyzőkönyvet, ő is elmondta, és végül is a pénzbizottságra már kikerült ez az anyag, még a kulturálisra nem, hogy indulni fognak egy pályázaton, ahol már indultak korábban is más pályázatokon és nyert is. Azt hiszem az önkormányzatról volt szó. Itt van ennek egy költségvetése, és a Pinci arra kérte a kulturálisbizottságot elsőként, hogy hát egy ilyen Kisi bácsi is megy a forral előre, tudjuk az ő munkásságát, neki köszönhető részben Alsó Némedivel való kapcsolata, és annak átadása még is megreméljük, hogy sokáig is megrajtának, hogy ő ezt a szép munkát összehozta, itt sokat dolgozott benne, és hogy ezzel a pályázattal, amennyiben nyer a pályázaton, vagy egyáltalán, vagy összességében nem annyit, és így szerepel a pénzügyi határozatban, és akkor az önkormányt, hogy úgy mondjam, álljon mellé, emeli a dolg mellé. És odáig jutottunk el, kétfelé mondtuk ezt a dolgot, miszerint a könyv kiadásának a költsége mondjuk, és az egyéb itt jobb oldalon föl van a sorolva, hogy mit szeretnének még ehhez kapcsolatban párhuzamosan rendezvényeket is szervezni, ezeknek is költségei vannak itt. És arra jutottunk mi, hogy a könyv kiadás kiragadva, hogy amennyiben nem nyerne pályázaton, vagy nem annyit nyerne, hogy szó ugye ott az utolsó sorban, akkor önkormányzatunk vállalja a könyv kiadásának a költségeit, amit be van költségelve, hogy mennyibe kerülne itt mind a költségeit, mint a költség 2 szerepel itt. Ezt a döntést a pénzügyiság is magáévá tette, mármint a határozat, vagy a javaslatokat a szuperbizottságnak.
és most ugyanilyen formában azt javasoljuk, hogy már van írva itt a 184-es határozatban, hogy elképzeljék népi diszkriminációt című kiadásán a támogatását, a nyomdaköltség finanszírozásával abban az esetben, ha a Bethmann Gábor alapkezelőhöz benyújtandó pályázat nem, vagy nem az igényel támogatás összeget nyeri el. Tehát, hogy magyarul mindenféleképpen készüljön el ez a könyv, és legyen ez meg. Van ennek egy tervezete, hogy ebből idén megkapna a 100 példányt, és a többi, de ez már a jövő zenén, azt gondolom, én támogatásra, magam részéről, de a bizottságom is támogatásra javasolja ezt a 120-es határozatot a képviselőtestület felé. Tulajdonképpen csak azzal, hogy a Kulturális Bizottság is javasolja támogatni ezt a képviselőt. Köszönöm. Egy rövidre van. Határozott javaslat? A 124-es pénzügyi határozat. Annak most felétől olvastam két vállalat. Pénzügyi jogi ügyeleti tájékoztató bizottsága javasolt Barabás Mihály Lőmény Kormányi Kapitányügyének Népi Díszítő Művészetében című könyvkiadásának támogatását a nyomdaköltség finanszírozásával abban az esetben, ha a Bethmann Gábor alapkezelőjét felnyújtani a pályázat nem, vagy nem az igényel támogatást összeget nyerte. Tehát egyáltalán ennél vagy nem az igényeltet nyerte. Elmondta Gabi, hogy adtunk már egy 2,5 milliós pályázatot korábban, az akkor megfelezték, és 1,2 millió körüli nyeremény volt, hogy úgy mondja. Ha itt ezt az 1,264 milliót már pedig elmezem, hogy ez a pályázati anyag megy be, akkor összeget 600 000 forint jön ki, akkor nem a költség nyilván kijön. A másik akkor meg akkor, hogy mondjuk el lehet majd gondolkodni, hogy akkor lehet, hogy rendezvények nem lesznek hozzá. És fölmerült a Rizsi bácsinak beállított megbízási díj 300 000 forintba, de olyan megoldás, nem megoldás, csak hangzott el, hogy esetleg akkor a Rizsi bácsi több könyvet kapjon, és akkor abból... Hát, hogy nem kell meg. De ez már nem úgy. Igen, meg nem most. Megoldani történet ez. Inci még az hozzáfűzte, hogy ez, ennek volna egy ilyen, hát, hogy nem tudom, hogy szót megtalálni rá egy ilyen lökésszerű értéke is, hogy akkor, ha itt testet most ezt elfogadja, akkor hozzáfognak már ő nyomdával beszélni, mert van egy átutási idő, és ha nyer az alapítványt, vagyis ennél az alapítványnak, akkor az 18.31-ig el kell vele számolni. Tehát, hogy indulni kellene, de hát, hogy nullából kimegyünk, és az önkormányzat is hát segítse ezt az egész dolgot, ezért kért a Kultúrás Bizottságtól, mi pedig hát... Aki azt mondta, hogy nem alapítványos, hogy ezt akkor nem tudjuk ezt számolni a pályátokat. Csak úgy kimentítettek. Én ennyi azt kiegészíteném ezt a határozati javaslatot, hogy a 2018. költségvetésben 450 000 forintot különítsünk el. Mennyit? 450 000 volt itt a nyomdai. 900 x 500. Igen, de itt aztán már egy kicsit magasabb összeg lett. Itt 549 000 plusz 95 000 forint. Tehát én inkább jobb. 645 000. Így van, én inkább javasolnék 600 000 forintot. Mert még a akkor sem már is. Csak akkor ezt nem kaptuk, mert a pénzt ugye hozta be a Gabi. Igen, már nem állt a kulturális. Jó, akkor 2018. költségvetésben erre 650 000 forint legyen elkülönítve. Igen, tehát ez lenne a napi adásuk javaslat, hogy egy egyetlen készmányosra szavazzon finanszírozni a képviselőtestület elfogadta. Köszönöm. Köszönöm, képviselő utasszolatúrás. Köszönöm szépen. Az utasszolatúrásokkal kapcsolatban egy nagy észrevétel, hogy miért van az, hogy most megint egy jó néhány utcát leaszfaltoztak, teljesen elképzül, utána fölmarták az egész aszfaltot. Itt a kérdője megint benne fölmerül az, hogy hol tartjuk, hogy ilyen a műszaki ellenőrt, miért kell azt megvállítani, hogy felépítünk egy házat, majd leromboljuk, mert nem készültek el, hogy készültek. Ennek a plusz munkálatoknak a finanszírozását készítette, garanciális munkálatok voltak, vagy önkormányzatok számlázta fele, hogy felelőssége ellen volna egyáltalán a műszaki ellenőrt. Hiszen akkor a Józsefnek felelőtt, hogy utáltalának, én úgy gondolom, hogy műszaki ellenőrök azért van, hogy időzatonként menjen ellenőrizzel, nézze meg a mélységet, ne várjunk, hogy elkészüljön teljesen, hogy utána marjunk föl, mert én biztos vagyok benne, hogy ezt a kivitelezőnek segíti meg. Hogy erre milyen választ tudnék én kapni, amit el tudnék fogadni. Hogy két lehet felelősségre vonni ezügyben. Pillanat, a műszaki ellenőr vette észre nyilvánvalóan, hogy aszfaltozáskor nem tud mintát venni, mert ezeket a mintákat laboratórium vizsgálja be. Tehát ennek van az útépítési átvitelezésnek egy szabálya.
hogy akkreditált laboratóriumnak vesz forrásmintákat, egyiket elteszi ugye, zárója, a másikat pedig bevizsgálja. Tehát ezeket lényegében csak és kizárólag az aszfaltozás elkészítése után lehet bevizsgálni. Ez az egyik válaszom. A másik válaszom nem garanciális javításba lett, mert még nem volt átadva az út, tehát lényegében nem vette át a műszaki ellenőr a megépítettet, és ezért a szerződésnek megfelelően kellett neki megépíteni a kivitelezőnek. Teljes mértékben minden költségét, a marást is, meg az újraaszfaltozást is a kivitelező terhe. Akkor még egy jó kérdés van, hogy ezt tudjuk-e már, hogy itt általában minőségi probléma volt, vagy esetleges aszfaltozás vastagság nem felelt meg? A felső réteg, tehát a kopó rétegnek az aszfaltozás vastagsága nem felelt meg középen. Tehát nem domborították meg eléggé azokat. Értem. Azt, hogy megjegyezni, bár ezt nem akartam mondani, hogy azért értettem fel az egészet, mert nagyon furcsálkodtam valakinek, én megemlítettem, hogy efelől szeretnék vizsgálatot indítani az utcák vizsgálata felől. Érdekes módon valaki a fülébe jutott, hogy gyorsan fel lett maradva az utca. Ami számomra kicsit megdöbbentő. Még én erről mindenre szóval, hogy csinálod, hogy kitől származik. Jó? Itt az itteni ember. Bocsánat. És én szóltam a hülye, amit elszóltam magam, hogy meg fogom vizsgálatot az utcát. Érdekes módon második fölött. Ez a műszaki ellenőrnek a kutya kötelessége megvizsgálta, mert annélkül nem adhatja át az utat, hogy ezeket meg ne vizsgáltatnám. Jó, jó, jó. Hát te nem azt gondolod, hogy ha te ezt nem vetett fel, akkor a vizsgálatot nem készülnek el. Nem a mondatokról van szó, csak azt mondja, hogy a műszaki ellenőrnek úgy kell, hogy időkére úgy tudom, hogy a műszaki ellenőrnek kell lenni, nem? Igen. Bizonyos fázisoknál nem? Nem, Józsi. Én úgy tudom, hogy nem tudom, hát egy héten egyszer, hogy kell megjelenni a műszaki ellenőrnek? Kétszer jelenik meg, hogy hát a műszaki ellenőr, de nem tud mérni, hát ezt kellene megérteni. Érdekes volna. Nem tud mérni. Egy napon vizsgálatot ír elő az útügyi szabványok, hogyan lehet átvenni. Meg minden utcánál, utcaépítésnek ugyanúgy. Hát akkor ez a önkormányzatokat 20 pénzében nem kerül. Tehát ezt a kivitelező vállalkat is ők csinálják. Hát csak azért is, mert egy kicsit számomra megdöbbentő, mert ugye egy utcát újra föl van itt aszfalt, ami nem egy olcsó dolog, és a kivitelezőnek ennyire belefért a költségvetésébe, hogy egyszer megcsinálta a utcát, hogy újra aszfaltozta. Bocsánat, nem már igen, csak teljesen úgy tudod, hogy elválasz valamit, tudod, hogy egy gyűjtő. Azért nem lett átérő elnézést, de egyszerűen nem értem a képviselőtestület hozzáállását, mert az egyik beruházás meg munka kapcsán azt kérik számon a hivatalon, hogy hol van a műszaki ellenőr, most éppen arról beszélünk, hogy miért dolgozott a műszaki ellenőr. Hát nem volt átérő az utca. Hát a műszaki ellenőr, meg az akkreditált vizsgálati eredmények alapján azt mondta az önkormányzat, hogy ezt az utat ilyen formában nem hajlandó műszakilag átvenni. Az, hogy ezt a kivitelezőnek most mennyire fájt, vagy mennyire nem fájt, ez az önkormányzatot nem érdekelte. Tehát akkor most tulajdonképpen az a kérdés, hogy miért végezte a műszaki ellenőr a dolgát, illetőleg az önkormányzat... Ki mondta, hogy miért végezte az ünnepet? Bocsánat, rosszul halasz. Én ezt mondtam meg. Ezt mondtam? Mit hangzott el? Én azt mondtam, hol volt a műszaki ellenőr is előtt. Hogy ezt egyáltalán nem felülják a segítség. Ne haragudjál már, hogy szóval. Hát én úgy gondolom, hogy házat nem fel kell építeni, és utána lerombolni, mert valami kép rossz minőségű tévvel berakol. Álljon meg a mennyi. Bocsánat. Hiába, hogy rossz. Mendi, ezek a vizsgálatok azokban az utcákban is... Vigyorogni még szabad. Én nem ilyen rendben. Erre beszáll, egész nyugodtan tűzik. Semmi gond. Én ezek a vizsgálatot utasítom. Jó, akkor mehetünk következő témához? Nem, én bocsánat, ennyi mondat, egy mondatot, hogy ezek a vizsgálatok azokban az utcákban is létre kerültek, amelyeket te nem hoztál szóvá. Attól függetlenül, hogy te szóvá hoztad volna. Tehát amelyik az előzőleg a alsóni mellé utakat építettek, aszfaltoztak, ezek a vizsgálatok ugyanúgy elégésre kerültek. Annélkül, hogy te szóvá tettél volna. Köszönöm. Jó. Menjünk tovább, akkor lehet a következő. A Hungária az életével kapcsolatban. Egyet egyszer nem hallottam, hogy Vince Kozsák a polgármester úrnak a szájába az, hogy bocsánat kért ma a falutról, egy önkormányzat a hírmangóban, hogy azért akárhogy számunkra majd a végénél mondjuk 20-at az önkormányzatnak, mert rossz erre volt rakva a pénzt. Én úgy gondolom, hogy ezt előbb-utóbb meg kellett volna egyszer tennem, mert mégis tavaly a községnek a polgármestere nem ajánlott fel a lemondásodat, nem is kértem, nem is figyelmeztettek erre, de azt mondom, hogy az önkormányzat, illetve népedig nagyon sok ember kérdezik, hogy mi lehet csak, hogy rájöttetek, hogy ugrott ez 1 milliárd forintot. Én úgy gondolom, hogy kell volna egy bocsánatkérő levelet kérni, vagy akármilyen formában. Ezt meg kellett volna tenni. És akkor, aki nem tett. Képviselő úr, én úgy gondolom, hogy nem
most még folyamatban. Az 1 milliárd forint volt kezdette, ugye most jelen pillanatban 800... 800, így van. Mennyi nál? Jelen 850 millió forint. Ugye azt is beszámoltam a képviselőtestületnek, hogy januárban még úgy néz ki, hogy kapunk valamennyi kezdetet. Én úgy gondolom, hogy akkor lehet teljes számadást adni, és természetesen akkor elé kell tárni a falu elé, újságba azt, hogy mikor lett több a szerződés, mikor tűnt el a pénz, ugye 2010 előtt eltűnt ez a pénz, és én úgy gondolom, hogy ebből teljes számadást fogunk adni. Én az újságban ebben erről többször beszámoltam, hogy hol állunk a munkáján, képviselőtestületben beszámoltam. Szeretném, hogy megérni azt, hogy ha esetleg kiderül az, hogy ugrat még a 700 millió forintunk, akkor megint történik, bocsánat, kérdő, legyen, mert nem jó voltam polgármester, te voltál polgármester. És ugye annak idején nagyon jól emlékszem az ügyvédnő, aki indította ezt az eljárást, amikor úgy hívták, ami földetemű kérdés, hogy elejtett volna ennek az egésznek venni, hogy a pénz elugorjon, és azt mondta, igen, mert volt valami két szám is, hogyha az valaki kellőképpen után nézett, hogy milyen szám besorolásban volt a pénz, bocsánat, utána nézzük. Ő is alátámaszolta, hogy igen, de ezt valaki kellőképpen figyelte volna, akkor a pénz nem tűntett volna el. Ez egy banki kód, ami belső használatra használható. Azt mondom, utána lehet volna, ha kellőképpen egy program, és utána el, hogy nézzük meg, hogy ez a kód mit akar, ezt az ügyvédő is elismerte. Tehát egy 777 millió forint ugrott el 2010 augusztusáig. Tehát lényegében 2010 szeptember vagy októberében 50 ezer forinttal vettem át az önkormányzatot. Hát, megjárt leszek. Te így, bocsánat, polgármesterséget úgy aláírta, hogy van egy milliárd forintja a déli önkormányzat, és nem volt meg, te átvetted papírra? Hát, bocsánat, te átvettél mindent, nem lehet járni? Hát a bank ezt az információt adta, vagy a... Hogy 50 ezer forintja, hogy csak akar én? Nem, az, hogy megvan a pénz. Jó. Hát, reagálj, jó. Győr képviselő. A mendélyre szeretném mondani, hogy a képviselőjárt, hogy arra megy ki az egész. Folytatban az írásban, ugye György Balázs hívás azért, hogy elment az 1 milliárd forint, vagy akár nem lesz a vég. Nem más tiszt. Nem erről van szó képviselő, hogy nem erről van. Hát mindig ezt mondja, én beszél mondom. Volt egy átadás átvételi, vagy egy polgármester váltás. Ott átvettél minden papíron, hogy megvolt a pénz. Átvetted, nem vetted, átvetted. Nem mindig a Balázs lényegesség, hogy ő mondta hívásra. Nem hoztad föl most is menni. Ezt akár, hogy nézed. Nem, ezt úgy nézem, hogy te... Jó, felelőtlenül bántál, mert önkormányzatban adóanyag, vagy adófizető pénzével. Felelőtlenül bántál. Most ezt tudom. Erre viszont azért kérem azt mondom, hogy a képviselőtestületnek is lett volna, hogy a bármelyik képviselőnek utána nézni ennek, nem csak a polgármesternek másik. Én legalább annyira érzem, hibást kapom, hogyha már ezt teszünk, mint a polgármester. Kármilyen, igaz. Hát akkor... Bocsánat, várjál. Hány napja voltam képviselő? Például két napja voltam képviselő. Megváltam, hogy januárban még egy napja voltam képviselő. Nem januárban. 2014. márciusban lettünk képviselők, és ez 2015. márciusában robbant ki. Ha felelősek vagyunk, azt gondolom, mindannyian lehetünk felelősek, mert senki nem mondta azt, hogy ezt a pénzt el kellene valahol máshol rakni. Volt egy volt használni, olyan papírokat adott ki, amelynek alapján a pénz meg volt. Nekünk, nem csak nekünk, szerintem senkinek nem volt joga ahhoz, mert nem is tudta volna, hogy megnézni, hogy az a pénz megvan-e, vagy se. A száv, ki lehet ezt mondani, hogy végezte a feladatát, vagy nem végezte. Ha normálisan végezte volna a feladatát, akkor talán ez sokkal előbb kibukott volna. Itt most lehet hangulatot kelteni, lehet egymás orkának esni. Sajnálom, hogy az, nem tudom, ott volt azon a fórumon? Még. Amikor 2015 májusában ott ültünk az opába, szerintem nem voltál ott azon a fórumon, ugyanezt mondtam el. Lehetünk mi? Döntünk. Te is mondhattad volna, én is mondhattam volna, hogy ez a pénz nincs jó helyen, rakjuk máshova. De tudtuk, mindig mindenféle elszámában pénzt kértek az önkormányzat, akkor utaltak, ha visszaadtak, nem volt semmi ilyen probléma. Tudta valaki ezt? Nem tudta semmi. Nyilván, ma sok minden másképp csinálnék. Már a mai napban kapcsolatosan, és a mai napban mit csináltam, másképp csinálni, sok minden. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
tegnap a pénzügyi ülésen a település adóval kapcsolatban megdicsértem a bizottságot, testületet, hogy egységesen tudott abban a nagyon kényes kérdésben kiállni. És én ugyanezt mondom a ez nagyon sajnálatos Ungáriügyjel kapcsolatban is. Nagyon azt gondolom, hogy egy rendkívül nehéz helyzetet éltek, azt talán már múlt éve tehetjük, amikor tudomásunkra jutott, hogy ez a pénzünk elveszett, és a képviselőtestület azt gondolom, hogy felelősség teljesen járt el abban az időszakban, és úgy, ahogy a Miklós mondta, már akkor, májusban kiálltunk a falu elé ezt az ügyet tisztázni. És én valamit nagyon örültem eddig, hogy ez a történet nem arról szól, hogy ezért ki a felelős, bocsánat, hogy neveket mondok, György Balázs vagy Pince József, hanem arról szól, hogy ezt az ügyet hogyan tudjuk a településre nézve legkedvezőbben, vagy legkisebb párral kezelni. És azt mondom, nekünk ez is a dolgunk. Itt a, lehet ezen vitatkozni, hogy ezért ki a felelős, de úgy, ahogy a Miklós mondta, szerintem, ha van személyi felelős, akkor mi, az előző, és még az azt megelőző testületek is, mindannyian felelősek vagyunk, egyetemlegesen. És azt hiszem, hogy nekünk inkább azt a vonalat kellene képviselni, ami ebben a válságos időszakban és az azt következő kezelésében történt, hogy azt nézzük, hogy ez a település hogyan tudja ezt a nehéz helyzetet kezelni, ebből minél jobban hogy tudunk kijönni. Amikor nekünk egymásra mutogatni, annak nem lesz jó vége. És akkor, tehát itt ezt most a Balázsnak mondom, hogy itt a felelősség kérdés, ez csak így merül fel. Most nekünk, hogy a XY a felelős, abban a pillanatban az XY azt fogja mondani, hogy ezért nem én, vagy nem csak én vagyok a felelős, hanem a Z is felelős. Vagy mindannyian felelősök vagyunk, vagyunk, igen, mindannyian felelősök vagyunk. Amikor ez az egész ügyet elkezdődött, akkor emlékeim szerint képviselő és pénzügyi bizottsági tag voltam a önkormányzatnál. Ugyanúgy felelős vagyok én is érte, mindannyian. Ezt most visszautasítom én. Én is ugye vastagom. Pontosan, Miklós, ezt vastagom visszautasítani. Ezt lehet utasítani, mert akkor úgy gondolom, hogy akik ott ültek, de én még most is ezt mondom, akik itt most ülünk, az adott információknak a birtokával a lehető legjobb döntést kezdtek hozni. Az lehet, hogy utólag kiderült, hogy ezzel nem jó döntést hoztunk, hoztak, ettől még ott és akkor nem tettek róla, hogy ez így történt. 2004-ben kezdődött a tésznek a 2003-ban, bocsánat, a megcsapódása. 2003. És akkor megint csak oda térnék vissza, hogy a felügyeleti szervnek, ha normálisan nézi a feladatát, akkor ezt ki kellett volna mutatni. És minek alapján Miklós nem mesélte, melyik Almás Ütő, vagy melyik önkormányzat volt az, aki megkérdezte a szákot, hogy hová rakja a megtakarítását. És azt mondták, hogy a... Nem, nem tudott Miklós. Tehát megszűnt egy cég, egy pénzügyi intézet, és a Nemzeti Bank jelölte ki azt, ahova tegyék a Budakeset, tehát ő vette át lényegében a portfóliót, a Nemzeti Bank jelölte ki, és a Budakes ügycsődből... Pár, nem, bizonyos időn belül pedig becsődött. Na most akkor kérdezem én, egyszerű... Állatbankírban volt ő. Egyszerű parasztgyerek létemre, hogyha szállhatnének ez a dolga, illetve a Magyar Nemzeti Bank jelölte ki, és az a cég becsődött, akkor nekünk honnan kellett volna ezt előre látni a meglévő információk és pecsétes papírok alapján? Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy még az előző ciklusban egyébként egy képviselővel rákérdezett, hogy mi van, hogy történik valami Ungáriával. Az volt a szó szerint a válasz, hogy nagyon jó kapcsolat, és államilag garantált értékpapírokról van szó. És akkor ez itt le is zárult az ügy. A polgármester úr felelősséget pedig szerintem ott van egyedül, hogy mi felhívtuk a figyelmet annak idején a ázsiai részvényügyletre, ahol lényegében a Hungária értékpapír korábban talán 2000 évben megvásárolt ázsiai részvény pakettér adott egy nagyjából kétszer annyit, másfélszer annyit érő másik magyar diszkont kisztelje, tehát ez az ügylet önmagában nem volt prudens, tehát nem volt logikus a Hungária részére. Az olyan, mintha van, mint a nagybeli piacon mondjuk
3000 forintért menne a karcsiból, és valaki ide jönne a házhoz és elvinni 10-ért. Tehát ezt azért talán célszerű lett volna akkor jobban körbejárni, és ez meg lehet nem egy pár százalékos eltérés volt, hanem egy nagyságrendű, az egy 50-60 százalék minimum a piaci árhoz képest. Ugye, polgármester úr azt válaszoltam annak a kérdésemre, hogy azzal indokolták, hogy egy piacon kívüli művelet, tőzsdén kívüli művelet miatt lett ez ilyen magas áron átszámolva, csak ennek nem volt a másik oldala. Tehát ez mindenképpen a Hungáriának papírforma szerint egy teljesen negatív ügylet volt. Egyébként meg a normális gazdálkodás ilyet nem is engednek pénzügyi cégnél. Szerintem ez már egy olyan tény volt akkor, amit talán jobban közbe kellett volna járni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. György képviselő volt, hogy Juhászul ezt nem mondja ki az Ázsiát, mert nem tudja megérteni, hogy mi volt az igazi értelme ennek a dolognak. Arra ment ki, és akkor a pénzbizottság azt mondta, hogy ezt a kettő tételt, amit annak idején Juhával jött, hogy hova tegyük aztán itt áll 50 millió forintot, amit a 8,5 hektárból kaptunk, ezt rendezzük le, mielőtt még jön az új képviselőtestet, hogy ne hozzuk olyan helyzetbe, hogy egy ilyen ázsiai értékpapír, hanem igen, azt mondta ön is, ez egy olyan diszkontinstájt kaptunk, ami államnak garantált diszkontinstájt, amire a polgármester válaszolta, amikor azt a kérdést föltették az első ciklusban valóban, ő is ezt tudta elmondani, tehát tisztán diszkontinstájéket hagytunk átra, úgy, ahogy a Miklós mondta, minden pecséttel ellátva minden év végén, és betéve a költségvetés megtalálja sorára, hogy az vagyon az meghal. Ezért volt eladva. Az, hogy ennyit adott érte, ne menjünk bele a pénzügyi, hát mondjuk a világban, mert igenis vannak olyan műveletek, amikor szándékosan megvesznek túlárazva egyes értékpapírokat, mert később, és én követtem egyébként az Ázsiának a 2007 utáni, vagy 10 utáni életét is, és bizony, amikor mi valóban a görbéből láthatóan alacsony értéken, és mégis jót kaptunk érte, bőven meghozta azt az 50%-os árat annak, aki lett ez a dolog, mert hát ilyen a pénzügyi piac. Kész. Köszönöm szépen. Következő ész tervezet. Ész tervezetkel kapcsolatos kérdést szeretnék tolmácsolni. Ezen kérdést már a június 20-ai bizottságülésén szerettem volna előadni. Alpolgármester úr volt a levezető elnök, és talán emlékszik is. Bizottságülés úr, igen. Bizottságülés nem vezetett. Jelen volt. Hát ott ült tényleg az alán. Akkor jelen voltam. És nem vezetem. Csak hozzászólási jogom. Jó. És akkor azt mondta alpolgármester úr, hogy erről most ne beszéljünk. Én a jegyzőkönyvből szó szerint kiírtam, hogy amit a jegyzőkönyvező leírt, hogy erről most már beszéljünk, lesz a hisszel kapcsolatos társadalmasítás, elég sok idő eltelt azóta, illetve jogszabályi változások is lesznek. Átadtam egy kérelmet, ezt kiírtam a jegyzőkönyvből, úgyhogy ez szó szerint így van, de ha nem hiszed el, akkor ezt létszes majd olvasd el. Átadtam egy kérelmet, azóta eltelt több mint 5 hónap, nem történt semmi ezzel kapcsolatban, ezért úgy gondoltam, hogy a testület elé hozom. A jelenlegi részünkben a kóvalmai, a bányunkról beszélek, a 02-40-22-23-24-es számú területek a jelenlegi szabályozás szerint MAF-ben vannak. Képviselő asszony, egy pillanat. A pénzügyi bizottság most jelölte ki azokat a tervezőket, akiktől árajánlatot kérünk a HÉSZ-nek az elkészítésére. Igen. Tehát még egyszer azt tudom mondani, hogy lesz társadalmasítás újra sem. Újra lesz? A HÉSZ nem a DSZT, a DSZT meg nem tartalmazza azokat, hogy oda nem lehet építeni. A HÉSZ meg ezután, ez a kérése iktatva van, a műszakon megvan, ez a tervezőnek át lesz adva, tehát figyelembe lesz véve, de most nem tárgyalja, mondom, a pénzügyi bizottsági ülésen hagyta jóvá azt a 4 tervezőt, aki majd akitől árajánlatot kérjük. Hát én ezt továbbra is nem tartom, akkor mondtam, hogy a társadalmasítás előtt vagyunk.
hiszen ennek a jövő év folyamán ezek meg fognak történni, és erről hát tényleg tegnap döntöttünk. Mert amikor már egyszer már történt társadalmasítás, itt ebben a helyiségben aztán a építés is volt akkor, és a tulajdonosok képviselője eljött és elmondta, hogy ezzel nem ért egyet, és nem értünk, hogy miért került a tervezetbe az MAF helyett MAA, és én szeretnék arra akkor biztosítékot kapni, hogy valóban erről lesz tárgyalás, és ezzel még lehet akkor módosítani. Képviselő testület. Igen, ha a képviselő ezt támogatja a kérdést, akkor még lehet ezzel módosítani. Nem módosított. Most lesz újra összerakva, tehát nem módosítás, tehát most jelen pillanatban a képviselőtestület úgy döntött, hogy a HÉSZ-nek a folyamatát két felé veszi, a TSZT, a település szerkezeti terv, amiről már szavaztunk, ez az első lépés, ami nem tartalmaz ilyen térképváltatokon ilyen megjelöléseket, ugye ezt elfogadta a testület, most megy be a állami főépítészhez jóváhagyásra. Hogyha jóvá hagyja, akkor utána, hogy a testületnek kell egy zárószavazás, akkor már módosítani nem lehet, amikor úgy szinte, amikor a főépítész jóvá hagyja. Csak hogyha ő tesz valami kifogást. De közben, hogy induljon az egésznek a több további része, tehát elindítottuk a HÉSZ, tehát maga a helyi építési szabályzat, és tehát a szöveges részt, meg a szabályozási tervnek a elkészítését és elfogadását, és azt tartalmazza majd ezeket. Akkor ebben még lehet. Nem úgy lehet, hát nincs még egy akkor ezeken a besorolások, a bölgeti testületi hatással, döntés alapján lehet. Köszönöm. Hát én ezt most is fenntartom azt a kérdést. Jó, de eldöntött volna. Na de hát te is tudod a folyamatokat, te is tudod pontosan jól, hogy hol tartunk a HÉSZ-re. Nagyon örülök neki, hogy hál' Istennek sikerült tegnap döntést hozni. Sikerült olyan döntést hozunk, hogy folytatjuk a HÉSZ-nek a továbbvitelét. Na de amíg ezek a döntések meg nem születnek, jó, hát akkor ezt nem lehet tenni. Jövök akkor is. Ezért ne lepődjünk meg, hogyha valami fontos valami. Igen, ez nincs semmi. Újra előjön, akkor utána ezzel a dolog. Hát akkor lehet, hogy elkezdődik figyelmet, hogyha ezt most februárban, akkor jöjjek, én akkor... Nem kell jönni. Már mit az mondom? És a tervezők összeállítanak majd egy tervezetet, és a képviselő testület, illetve a lakosság ezt véleményezik, tesz hozzá, beszél vele. Jó. A képviselő testület dönt, hogy mit fogad el. Egyszer majd csak túl leszünk rajta. De én úgy gondolom, hogy kultúráltan adtuk választ, tehát mert bőbölőben megszűrünk, mert... Köszönöm szépen. Én megkérem a jegyzőasszonyt, hogy akkor te nem. Akkor Judika. Remélem, hogy igen, szóval szállítani. Három magyar igazság. Tessék, Judika. Szeretném átadni a dolgot, hogy nem adjuk szegészített anyag, mert itt is mondanám, hogy nem tévét, de most csak egyszerűen. Én szeretném megköszönni a nemzeti csoportnak, a kilagásnak, a pénzügyi csoportnak, hogy több száz munkaórát a napi munkája mellett azt mondtuk, hogy ez a projekt is ez az anyag elkészült, és az lenne a tiszteletteljes kérésem a képviselőtestület felé, hogyha legközelebb ilyen igény van, vagy illetőleg bárki tervezi mindezt, akkor azt legyen kedves folyamatába jelezni, illetőleg beruházásonként jelezni. Mert én azt gondolom, hogy ha azért vagyunk, hogy ennek a hivatalnak a munkái a napi munka mellett folyamatosan menjenek, akkor 5 beruházás 10 000-es létszétű anyagát, nem egy ászellenőrzés közepette, nem az AST-re való felkészítés közepette, és nem több száz munkaórát a napi munkából elvéve.
kérünk ki, mert akkor nem kell minden ügyiratból, minden ügyintézőtől, ha már beiktatott a bankba a szerződések nyilvántartásával lefűzött iratokat egyenként kiszedni, hanem akkor folyamatában akár lehetett volna másolni, szkennelni. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, következő testület ülés a közmeghallgatás. A közmeghallgatáson lesznek napirendek, amit tárgyalunk is kell, de lényegében testületi üléssel is tudunk. A Baumlával, lesz vagy a, hogy már... Jó, van, esetleg megkérdezem. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét.